Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Ellenőrzés, Szekszárd forgalmas csomópontjait figyelték a rendőrök. Fejlesztés, új épületbe költözött a katasztrófavédelem. Erőszak, a családon belüli bántalmazás tabu téma. Túl sok a vad, évente 100 balesetet is okozhatnak a szarvasok Tolna megyében. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Egész nap forgalmas közlekedési csomópontoknál tartottak ellenőrzést szerdán a rendőrök Szekszárdon. Sok bírságot kellett kiosztaniuk szabálytalanul közlekedő autósoknak, sőt, volt olyan gyalogos, akit feljelentettek, mert nem ismert el a szabálysértést a helyszínen. Mintha a járdán haladna, úgy futott át a narancsárga puloverben a gyalogos az úttesten a rendőrség felvételén, mutatjuk újra lassítva, a múzeum oldalától indulva egy autóst megállásra kényszerítve, nyugodtan kocog a megyei önkormányzat épülete felé, pedig a zebra csak néhány méterre volt. Ezt a felvételt is lelassítjuk, látszik, hogy az autó sofőrje a piros lámpa ellenére kanyarodik balra, még egy zebrán is áthajt. A felvételeket szerdán készítették a rendőrség munkatársai. Az egyenruhások egész nap Szekszárd forgalmas közlekedési csomópontjainál ellenőrizték a közlekedőket. A délelőtti órákban az Alany János utca és a Szent István tér kereszteződésében, az ominózus OTP-s kereszteződésben álltak ki kollégáim, ahol a szabályszegő gyalogosok figyelmét hívták fel arra, hogy a tőlük 50 méterre lévő gyalogos átkelő helyen kell átkelni az úttesten, nem pedig a kicsit közelebb lévő, esetleg rövidebb utat eredményező Arany János utca és Szent István tér kereszteződésében. Ezen kívül még a város két veszélyes helyén ellenőriztek a rendőrök, és bírságolniuk is kellett bőven. Leginkább a biztonsági övvel és az elsőbség megadásával voltak gondok, de feljelentés is született. És volt a mai napon olyan gyalogos, akit fel kellett jelenteni a kollégáimnak, mert nem ismert el a jogsértést. A rendőrségnek nem ez volt az egyetlen egésznapos belterületen megtartott ellenőrző akciója. Azt mondják, egész évben számítani kell hasonló ellenőrzésekre. Kismértékben ugyan, de nőtt a bűncselekmények száma tavaly Tolna megyében a 2017-es adatokhoz képest. Ez hangzott el a Tolna megyei bűnmegelőzési bizottság legutóbbi ülésén. A pontos számot egyelőre nem hozta nyilvánosságra az országos rendőr főkapitányság, a KSH 2017-es összesítése szerint viszont abban az évben 7308 bűncselekményt regisztráltak az országnak ezen a részén. A 2018-as szám tehát ennél biztosan magasabb. Szabó Zoltán Tolna megye bűnügyi rendőr főkapitány helyettese arról beszélt, hogy nem csak az elkövetések száma nőtt, hanem azzal együtt a megoldott esetekből is több volt tavaly, mint tavaly előtt. Mind a felderítési eredményesség, mind a nyomozás eredményessége emelkedett, de én úgy érzem, hogy a bűncselekmények, a regisztrált bűncselekmények számában is néhány bűncselekmény kicsit emelkedett, és így az összbűncselekmény is, de hozzá kell tenni, hogy Tolna megye továbbra is az ország egyik legbiztonságosabb megyei közé tartozik. A legkevesebb bűncselekmények egyikét Tolna megyében követik el. Több mint 400 millió forintból újították fel Szekszárdon a Tolna megyei katasztrófavédelem igazgatási szerveinek helyet adó épületet. Az egykori szűv helyen mostantól 21. századi körülmények között tudnak a katasztrófavédelem munkatársai dolgozni, és az ide érkező állampolgárokat is modern környezet fogadja. A Szekszárdi Tűzoltó Zenekar műsorával kezdődött a Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság új irodaépületének átadója. Az ünnepségre rengetegen voltak kíváncsiak, volt, aki a lakása ablakából figyelte azt. Ezek már a nemzeti színű szalag átvágásának pillanatai. Ezt követően a megjelentek személyesen is megnézték a modern épületet. A több mint 400 millió forintos fejlesztést az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság saját forrásból finanszírozta. A beruházás keretében az épület kívül és belül megújult. Új nyilászárókat, homlokzati hőszigetelést kapott, megvalósult a belső terek modern irodai elhelyezési igényekhez illeszkedő felújítása.
A megyei katasztrófavédelem munkatársai eddig a szekszárdi tűzoltó laktanyában dolgoztak. Az az épület viszont nem volt elég nagy és korszerű ahhoz, hogy a különböző tevékenységet végző szakemberek 21. századi körülmények között tudják a munkájukat végezni. Erről beszélt Horváth Kálmán, Tolna megye kormány megbízottja. Az önök felelősségteljes munkáját a 21. században elvárható körülmények között lehessen végezni. Én úgy gondolom, bár belülről az épületet nem láttam, de az előzetes információm alapján az a véleményem, hogy ez itt most Szekszárdon, hála Isten, megvalósul. Az új épületben 43-an dolgoznak nap, mint nap. Az ő kényelmük mellett az épület tereinek kialakításakor az is fontos szempont volt, hogy az ide érkező állampolgárokat kultúrált körülmények között tudják fogadni. Azért fontos ez, mert valóban a megyei szervnek egy igazgatási épülete lesz ez, ahol a megyei igazgatóság vezetése, a funkcionális szervek, tehát a humán igazgatás, a gazdasági igazgatás, a műszak, műszaki tevékenység, a hivatali tevékenység fog megtörténni, és el tud különülni a készenléti szolgálatot ellátó szekszárdi hivatásos tűzoltóparancsnokságtól, valamint a szekszárdi katasztrófavédelmi kirendeltségtől. Az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóságnál azt tervezik, hogy jövőre a szekszárdi tűzoltó laktanyát is teljesen felújítják. Több száz lakás maradt fűtés és melegvíz nélkül egész nap Pakson. A lakótelepen az Árnyas utcában történt csőtörés miatt vissza kellett hűteni a távhőszolgáltatást, hogy el tudják végezni a szükséges javításokat a szakemberek. Emiatt 4-500 lakásban nem volt melegvíz és fűtés a nap folyamán. Estére végeztek a munkálatokkal és visszaállt a rend. Pakson a reggeli órákban a lakótelepen több helyen vízgőzben és vízben úszott az Árnyas utca. A Dunacenter Term szakemberei már nagy gőzzel dolgoznak egy meghibásodott csővezeték javításán. Szerda este érkezett a bejelentés a szolgáltatóhoz, hogy az Árnyas és a Szedres utca közötti vízaknából nagy mennyiségű gőz tör felfelé. A probléma orvoslásának csak akkor tudtak nekiállni a szakemberek, miután az éjszaka folyamán a vezeték távhőjét 105 fokról visszahűtötték 65 fokra. Ezáltal a lakótelep több utcájában, mintegy 4-500 lakásban visszavették a melegvizet és kikapcsolták a fűtést ma reggel. Reggel tudtunk kizárni, kiderült, hogy az egyik szakaszoló tolózár peremtőmítése fújt ki. Most a mostani munkák azok úgy történnek, hogy le lett ürítve, kiszedtük a tolózárat, peremtömítések tisztítása vagy peremek tisztítása történik, és újra vissza lesz rakva a pazzarab, és újra indulunk. A javításon nagy erőkkel dolgoztak reggeltől estig. Az építők, az Árnyas, a Szedres, a Fenyves, a Pollák és a Kesztenyés úton egész nap nem volt fűtés és melegvíz szolgáltatás. De estére minden lakótelepi lakásban újra visszaállt a rend. Minden országnak szuverén joga eldönteni, hogy milyen forrásokat használ a villamos energia igények kielégítésére, mondta Budapesten a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet Nukleáris Energia Ügynöksége, annak főigazgatója. Arról is beszélt, hogy a klímavédelmi célok eléréséhez, azaz az energiatermelés szénmentesítéséhez az atomenergia és a megújuló források együttes alkalmazására van szükség. A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet Nukleáris Energia Ügynöksége most publikált elemzése szerint a megújuló energiaforrásoknak jelentős szerepe lesz a jövőben, de tisztában kell lenni azzal, hogy ez milyen költségeket vonz és milyen hatásokat gyakorol az energiapiacra. Ezt vizsgálja a szervezet elsőként Magyarországon bemutatott a Dekarbonizáció Költségei című kiadványa. A tanulmány, mint a bemutatón Süli János miniszter elmondta, egyértelműen megerősíti az általa számos alkalommal kifejtett álláspontot, miszerint a klímavédelmi célok elérése érdekében az atomenergiát és a megújulókat nem egymás ellenében kell vizsgálni, hanem azokat okosan kombinálva kell alkalmazni az energiamixben. Ha a jövő energia céljait meg akarjuk valósítani, minden opciót figyelembe kell venni a dekarbonizáció megoldására, fogalmazott William D. Magwood. A főigazgató szerint minden országnak szuverén joga, hogy eldöntse, milyen módon biztosítja a villamos energia ellátást. Úgy gondolom Magyarország esetében ugye az a meghatározó, hogy nagyon nagy mértékű importra szorul az energiamix keretén belül, és hogy a szénhidrogének felhasználásának csökkentés érdekében úgy gondolom olyan országok tekintetében, mint például Magyarország is, a nukleáris egy kiváló lehetőséget jelent.
A villamos energiafogyasztás növekszik, sorra dőlnek meg a rendszerterhelési rekordok Magyarországon, ismertette Süli János. Tavaly a villamos energiafelhasználás 31,6%-a származott importból, ami az eddigi legmagasabb érték. Az ilyen mértékű kitettség nagymértékben megingathatja a gazdaságot, a lakosság olcsó villamos energiaellátását. Ez is indokolja, hogy megépüljön a Paksi atomerőmű két új blokkja, vázolta a miniszter, kiemelve, hogy az atomerőművek széndioxid kibocsátásmentesen termelnek, tehát Paks 2 az ellátásbiztonság garantálásában és az energiaellátás szénmentesítésében is fontos szerepet játszik. Az esetek döntő többségében nem derül ki, mert a család titokként kezeli. A családon belüli bántalmazások a pszichés problémákkal orvoshoz fordulók között azonban majd minden esetben kimutathatóak. Kertész Ágnes főorvos azt mondja, a társadalom elnézően közelít a problémához. A legújabb vizsgálatok szerint, ami Amerikát és a nyugat-európai társadalmat vizsgálta, 50-70%-os a családon belüli bántalmazás. Az ember el sem hiszi, hogy van olyan, hogy miközben valaki hazafelé tart a kocsiban, nem azon gondolkodik, mit fog játszani a gyerekkel, vagy hogyan tölt el egy kellemes estét a családja körében, hanem azon, hogyan fogja kínozni őket. A családon belüli erőszak sokkal szélesebb rétegeket érint, mint a fizikai bántalmazás. Kertész Ágnes pszichológus azt mondja, ez elsősorban a fejlettebb nyugati világban jelenlévő probléma. Minőségében is nagyon-nagyon változatos problémarendszert foglal magába, hogy pontosan mit is jelent a családon belüli erőszak. Nagyon sok megfogalmazása van, én most egyet szeretnék önökkel megosztani. Gyakorlatilag akkor beszélünk családon belüli erőszakról, hogy a családnak az egyik tagja valamilyen magatartást vagy viselkedést tanúsít, vagy kísérletet tesz arra, hogy a család egy másik tagját vagy több tagját anyagi, testi, lelki vagy jogi értelemben elnyomja, felettük dominanciát gyakoroljon. A társadalom jelentős része számára szinte mindennapos esetek a fenyegetés, az érzelmi korlátozás vagy a megalázás nem tartozik az erőszak kategóriájába. Pedig a hatása az ilyen viselkedésnek nem marad nyom nélkül. Sajnos a magyar társadalmi gondolkodásban még csak a konkrét fizikai bántalmazás az, amit számon tartunk, és gyakorlatilag a fenyítés, a szóbeli megalázás, vagy különböző viselkedési módok, amivel korlátozunk, nem tekintjük problémának, nem tartjuk az erőszaknak vagy a bántalmazásnak bizonyos formájaként számon. Kertész Ágnes azt mondja, a hozzájuk bekerülő betegek majd mindegyikében a probléma kialakulásának gyökerében ott található a családon belüli erőszak valamilyen eleme. Az esetek jelentős számában titokként kezelődnek a családokban, ám a bántalmazott nagyon ritka esetben tudja feldolgozni a történteket, aminek aztán pszichés betegség lesz a vége. Tolna megyében szinte akár 100 vadbaleset is történik, különösen agancsúlajtás idején kell fokozottan odafigyelniük az autósoknak, mert az állatok ilyenkor gyakrabban kiugorhatnak az útra, ezzel növelve a baleset veszélyt, figyelmeztet az Országos Magyar Vadászkamara Tolna megyei szervezetének titkára. Király István azt mondja, az elmúlt közel 60 évben drasztikusan megnőtt a vadállomány Magyarországon, és már-már kezelhetetlené vált a helyzet, mert kevés az aktív vadász. Egy szekszárdi férfi tartott hazafelé a 6-os úton néhány nappal ezelőtt, amikor a Szekszárd és Kakast közötti szakaszon nem sokon múlt, hogy elüssön egy szarvast. A szakemberek azt tanácsolják, hogy ha vadat látunk, érdemes lelassítani az autót, ha pedig hirtelen nagy testű vad kerül a gépkocsi elé, vészfékezni kell, adjunk hangjelzést, de nem szabad félrerántani a kormányt, még ha így el is ütjük az állatot. Egy útmenti fának vagy a szemben közlekedő autónak csapódva sokkal súlyosabb baleset következhet be. Számítani kell a vadakra Tolna megyében az utakon, különösen mostanában, mondja Király István, az Országos Magyar Vadászkamara Tolna megyei szervezetének titkára. Nagyon sokszor YouTube-on lehet látni több százas csoportba verődött szarvas rudlikat szakszóval, amelyek ráadásul vegyes ivarúak, teljesen ellentmond a normális természetes viselkedésüknek. Ez általában a fokozott zavarás miatt képződnek ezek a nagyobb csapatok. Ez összefüggésben, ebben az időszakban összefüggésbe hozható az erdő járással, a szarvasok zavarásával, az agancs hullajtás, agancsgyűjtés miatt.
Király István azt mondja, hogy az elmúlt közel 60 évben drasztikusan megnőtt a vadállomány Magyarországon, és már-már kezelhetetlenné vált, mert a 65 ezer vadászból mindössze 13 ezer vadászik rendszeresen, és hiába vannak bérvadászok, gyorsabban nő a szarvasok vadak száma, mint amennyit kilőnek, ami a mezőgazdasági károk és a közlekedési balesetek száma miatt is aggasztó, mondja. 2017-ben országosan megközelítőleg 34.500 gimszarvas volt, és 12.000 körüli a dámszarvas. Ebből a megyéből 2.270 gim, míg 2.600 dámbikát tartottak nyilván. Nem tud több négy lábút fogadni a szekszárdi kutyamenhely. Az év első heteiben jóval több árva kutya került hozzájuk, mint amennyit örökbe fogadtak. A menhely vezetője azt mondja, a személyi jövedelemadó 1%-ából befolyt összeg, valamint a támogatóik felajánlásai épp a működési költségeikre elegendőek, az a már befogadott állatok oltására, csipjeire és gyógyítására, valamint a dolgozók bérére megy el. A terület bővítésére, az épületek felújítására nem maradt pénz. Boldogan csóválják a farkukat az emberi közeledésre, és dideregnek a reggeli fagyban az alig néhány hetes kölyök kutyák a szekszárdi kutyamenhelyen. Az állatokat egy férfi vitte oda. A menhelyet vezető fiát Szilvia hiába magyarázta, hogy veszélyes hely oltatlan kiskutyáknak a menhely, megbetegedhetnek, akár el is pusztulhatnak. A férfi nem értette meg, ezért átvették a négy lábúakat, csináltak nekik helyet az ősz óta zsúfolt helyen. Úgy működik, hogy bejön 6-8 kutya, és igazából nem tudunk örökbeadni. Így aztán mi történik? Ugye egy hónapban mondjuk rajtunk maradt plusz 20 kutya, és ezt már így nehezen lehet kezelni. A menhely vezetője azt mondja, sok állattartó nem szám figyelmet állataik ivartalanítására, oltására, csippel való ellátására, és a feleslegessé vált kölyköket kidobják az utcára, ezért van tele egy ideje a menhely. Ezek az emberek kidobják a felnőtt állatot, kidobják a kölyköket, bármit, és senki nem tud velük kezdeni semmit, mert nincs felelősségük, és igazából többnyire nincs jövedelmük, meg se büntetik őket, és ez az a réteg, akiktől a legtöbb kutya bekerül hozzánk. Fiát Szilvia azt mondja, nem tudnak több állatot befogadni, nincs elég hely. Bővítésre, az épületek felújítására pedig nem lát esélyt. A személyi jövedelem adó 1%-ából befolyt 11-12 millió forintból, és támogatóik felajánlásaiból épp a működési költségeiket tudják csak fedezni. Regionális híreink következnek. Kormány támogatása pécsi sportnak, 890 milliót kapott a PSN ZRT. Mikrobusszal járják a megyét a rendőrök, bűnmegelőzési tanács alakult Pécsett. Betegség ellenálló szőlőfajták és fajtajelöltek borbemutatót rendeztek Szajkon. Mintegy 890 millió forintos támogatást hagyott jóvá a kormány a PSN ZRT-nek. Az összeg alapvetően a pécsi gyerekek és fiatalok sportolását segítheti elő, jelentette be szerdán Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott és Vári Attila, a PSN ZRT vezérigazgatója. Ez az a kormányhatározat, amiben 890 millió forint támogatást ítélnek oda a Pécsi Sport Nonprofit ZRT-nek. A társasága a pécsi sportlétesítmények, illetve sportszakosztályok utánpótlás nevelő bázisok működtetője. 1500 igazolt sportolóval az ország egyik legnagyobb sportiskolája, mellette a megyében 14.000 diák belépéssel dolgozunk a különböző utánpótlás eseményeken, és mellette meg 14 létesítményt üzemeltetünk 300 dolgozóval. A mindennapokban dolgozunk azon, és küzdünk, hogy a fiatalokat megfelelően képezzük. Nemzetközileg is jegyzik a PSN ZRT-t a pécsi gyorskorcsolyázók olimpiai aranya történelmi siker például, ami jelzi, mekkora érték a társaság. Ennek az elismerése a kormányzati támogatás Vári Attila szerint, ami jelentősen segíti működésüket idén. 590 millió forintot a bérekre fordíthatjuk, bérekre, járulékokra, és 300 millió forintot meg a létesítmény üzemeltetésre. Létesítményeik a sportesemények mellett kulturális, közösségi, illetve művészeti eseményeknek is helyet adnak. Évi 400-450 ezer vendég érkezik az általuk működtetett ingatlanokba.
A baranyai kistelepüléseket is felkeresik mostantól a megyei rendőrök, ugyanis kis buszt kaptak bűnmegelőzési munkájukhoz. Ennek segítségével olyan bemutatókat, előadásokat tarthatnak, amelyek a jövőben csökkentik a régióban áldozattá váló emberek számát, vagy csökkenthetik. Rendőri vezetők a megyei kormányhivatal Pécsi központjában. Itt alakult meg szerdán a baranyai bűnmegelőzési tanács. Minden szolgáltatásunk, amit az államot jelenti, az megjelenik valamilyen két tengelyen. Most mikrobusz formájában a Baranya megyei utakat a kormányablakbuszunk is jár, és a rendőrségnek is van most már egy ilyen mobil alkalmazása. Miért is lehet ez? Baranya egy 301 településes aprófalvas térszerkezetű település, ahol a mobilitás nem könnyű, ezért a szolgáltatásokat próbáljuk elvinni. Így vont párhuzamot a kormány megbízott a két hatóság munkája között, ugyanis mostantól ezzel a mikrobusszal járják majd a megyét a rendőrök. Kívánok sok munka sikert, és szolgálja a bűnmegelőzésnek ezt. Így adta át a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács ajándékát Hatala József elnök. Ezzel járják a megyét és tartanak bűnmegelőzési bemutatókat, adnak tanácsokat a rendőrök. Az ehhez szükséges kellékek is a buszhoz tartoznak. A belső térben található egy olyan jellegű bűnmegelőzési vagy betörésvédelmi szoba, amelyet a Baranya megyei rendőrfőkapitányság tervei alapján dolgoztak ki. Ez alkalmas arra, hogy szemléletesen, interaktív formában megmutassuk azokat a biztonságtechnikai eszközöket, amelyekkel mindenki a saját otthonát biztonságosabbá teheti. Trükkös csalók, betörések, autólopások, többek között ezekben a témákban adnak tanácsokat a rendőrök, hogy ne váljon senki áldozattá. Valamint a fiataloknak is tartanak foglalkozásokat. A Baranya megyei bűnmegelőzési tanácshoz a kormányhivatal és a rendőrség mellett önkormányzatok, intézmények, civil szervezetek is csatlakoztak. Új innovatív, betegség ellenálló szőlőfajtákat és fajtajelölteket kóstolhattak meg hazai és külföldi borászok. A PTL Szőlészeti és Borászati Kutatóintézete egy borkóstoló keretében mutatta be azt a 25 éve tartó munkát, melynek eredménye a betegség ellenálló szőlő. A szakemberek véleménye alapján a cél, hogy ezeket a versenyképes minőséggel rendelkező fajtákat még ízletesebbé tegyék, megtartva az eddig elért eredményeket. Éppen a rajnai Riesling és a Bianca fajtájú borokat töltik poharakba. Ezek az italok azonban különlegesek, hiszen a PTL Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet új, innovatív, betegség ellenálló szőlőfajtáit és fajtajelöltjeit kóstolhatták meg a szakemberek. Egy Tokaj hegyaljáról érkezett borász azért látogatott el a rendezvényre, hogy tapasztalatot gyűjtsön az új technológiáról. Szeretném látni azokat a kollégákat, azokat a borokat, amelyek születtek az elmúlt évben, annak érdekében, hogy én is egy picit leszűrjem a tanulságot, és a nagyon zárt tokaji borvidéken esetlegesen gondolkodjunk mi is, hogy a csodálatos fajtánkkal, a furminttal tudunk-e ebben a vonatkozásban előrelépni. Az eseményre nem csak hazai, hanem külföldi borászok is érkeztek. Többek között olasz, horvát és szlovák szakemberek vettek részt a borbemutatón. Olaszországban egyébként a nagy mennyiségű csapadék miatt sokkal többször kell permetezni a szőlőültetvényeken. Ezt szeretnék lecsökkenteni. Ennek érdekében 12 borász érkezett a dél-európai országból. Eltökélték, hogy rövid időn belül ezt a nagymértű környezetszennyezést le akarják szorítani. És emiatt keresik azokat az új innovatív, rezisztens, versenyképes minőséggel rendelkező fajtákat, amivel aztán ezeket a fajtákat lépésről lépésre le lehet majd váltani. A Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet által kifejlesztett szőlőfajták ellenállnak például a lisztharmat vagy a peronoszpóra okozta betegségeknek is. Mindezt 25 év alatt érték el a szakemberek. Ezek a versenyképes minőséggel rendelkező fajták lehetővé teszik a következetes környezetkímélő szőlőtermesztési technológia alkalmazását. Végül mutatjuk újra a legfontosabbakat. Ellenőrzés, Szekszárd forgalmas csomópontjait figyelték a rendőrök. Fejlesztés, új épületbe költözött a katasztrófavédelem. Erőszak, a családon belüli bántalmazás tabu téma. Túl sok a vad, évente 100 balesetet is okozhatnak a szarvasok Tolna megyében. Tolna megyében pénteken a hajnali kötfoltok
megszűnését követően erősen felhős, illetve borongos, párásabb időre van kilátás, említést érdemlő csapadék nem hullik, a légmozgás gyenge marad, az évszakos átlagnak nagyjából megfelelően alakul a hőmérséklet, éjjelre csökken a felhőzet és kötfoltok képződnek. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk, műsorainkat visszanézhetik a tolnatoj.eu, valamint Facebook oldalunkon, ahová képet, videót is küldhetnek, és ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Vigyázzanak magukra, viszontlátásra!